Isten hozta valamennyiüket. Nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm valamennyi megjelentett. Örülök, hogy ennyien összegyűltünk, ismerős arcokat köszönhetek itt. Az alkalom, amiért most ismét együtt lehetünk itt a Szent Háromság plébánia közösségi termében, ismét a város egész lakosságát így vagy úgy, de érinti. A Sursum Corda díj, melyet a Kész Békési Szervezete azzal a céllal alapított, hogy a város szociális és egészségügyi életében kiemelkedő személyek, akik tevékenységük nagy részét mindennapi háttérmunkában végzik, kicsit reflektorfénybe kerüljenek, és a közösségünk elé lépve fogadhassák megbecsülésünket. Ehhez a kezdeményezéshez örömmel társult Békésváros önkormányzata. A mai délután szóljon tehát erről a közösséget szolgáló hivatásról, a hivatás gyakorlóiról, és arról a személyről majd, akinek a munkáját a helyi kész szeretné a középpontba állítani. A mai napon Sütő Levente, a Szokolai Alapfokú Művészeti Iskola tanulója fog bennünket zenével elkápráztatni. Felkészítő tanára Kovács Gabriella volt. Kérem, fogadják szeretettel, nyitott füllel és elnémított telefonokkal a muzsikát. Elsőként Haydn G-dur szonátájának első tételét hallgathatjuk meg. Köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok Önökhöz, és bemutathatom a Mi Békésiek című könyvet, amit itt tartok a kezemben. Néhányan biztosan most látják először, akik tegnap ott voltak az ünnepségen, lehet, hogy már kézbe is fogták, még az is lehet, hogy megvásárolták. Tegnap már árulták, de a boltokban holnaptól lesz majd kapható, úgyhogy most szeretnék egy kis kedvet csinálni a könyv megvásárlásához, illetve ezt a példányt azért hoztam, hogy a leendő díjazott első kézből megkaphassa. Úgyhogy ez is majd az ő díjainak egyike lesz. Amit itt a kezemben tartok, tehát ez a Mi Békésiek, emlékkönyv a várossá nyilvánítás fél évszázados jubileumáról, évfordulójáról című könyv. Ez egy szép fotóalbum, rengeteg fotó van benne, 136 oldalon 220 fotográfia, ezeknek egy része archív felvétel, hiszen a Békés 50 évre reflektál, tehát ebben vannak archív fotók, az elmúlt 50 év történéseit ugyanis bemutatjuk. A nagy része viszont új fotó, és szerintem érdemes, hogy megtekintsék. Ebben a könyvben három dolgról olvashatnak, egyrészt a már említett évfordulóról, a Békés 50 emlékév kapcsán, illetve tehát a Békés újravárossá nyilvánításának 50. évfordulója témájában született cikkek, az első felét kiteszik, aztán olvasható benne egy összeállítás, egy olyan tanulmány, amely Békés helyi értékeit földolgozza, az összeset, szinte mindegyikhez fotót is közlünk, elég terjedelmes ez a Békési helyi értéktár lista, és ez is benne van. A harmadik része pedig egy kis kuriózum,
az egyik városvédő egyesületi tag, aki szokott városnéző sétákat szervezni a városban. Most én őt arra kértem, hogy ezt írja le. És akkor szépen elindulunk a sétával a katolikus templomtól, éppen innen, és akkor teszünk egy ilyen belvárosi sétát, elérkezve a bérházhoz, és közben sok minden okosságot, és talán többi, inkább kevésbé ismert dolgokat föleleveníthetünk, vagy megtudhatunk városunkról. Ez a hármas tagolása ennek a könyvnek, amelyet a Családért Alapítvány adott ki, és bár engem neveztek meg szerkesztőként, valóban én szerkesztettem össze, az első felét én is írtam, ezen kívül még szerzőként feltétlenül meg kell említenem az értéktáros résznél Mucsi András nevét, a Békési Helyi Értéktár elnökét, illetve dr. Fábián Judit volt a városnézősét a megírója, és Varga Sándor úr írt díszpolgárként előszót, amit nagyon köszönök, és Gazsó János nevét kell feltétlenül megemlítenem, aki az előbb említett sok-sok fotó, szinte kizárólagos fotósa volt. Úgyhogy ha kedvet csináltunk önöknek a könyvhöz, akkor holnaptól megvásárolhatják, és ha hiszik, hanem a mai könyv és papírárak mellett is, ez a könyv 2000 forint alatti áron 1950 forintért megvásárolható, ami egy szinte csoda, de hát azért nem annyira csoda. Úgyhogy köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem róla. Ha majd tetszik, önöknek megveszik, és úgy gondolják, hogy érdemes, akkor ajándékozzák tovább, ajánlják másoknak is, hogy minél hamarabb elfogjon az 1400 példány, amit kiadtunk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ezt a példányt odaadom, akkor a leendő díjazottak. Köszönöm. A következőkben hallgassuk meg késztagunk Csonka Jánosné Anikó tolmácsolásában Fekete István az Erdő Ébredését című elbeszélését. Attól a Fekete Istvántól, akinek művei az emberek és az állatok, a természet és a társadalom, a történelem világába vezetik az olvasót, mély humanizmussal áthatott világot teremtenek, valamint szépségre, jóságra, játékosságra és emberségre nevelnek bennünket. Attól a Fekete Istvántól, akit egy ízben az AVH emberei elfogtak, véresre vertek, egyik szemét kiütötték, csak járókelők segítségével került a kórházba. Később a papköltő Sík Sándor támogatásával jelenhettek meg művei. Fekete István, az Erdő Ébredése. Amikor még február fagyos csizmái kopognak a hegyeken, és az öregedő tél önmagáról dúdol jeges nótákat a fenyőknek, lent a völgyben megpuhul a szélhorta avar, és a mezőkön bogarászóvarjak felnéznek a felhőkre, hogy valahonnan délről nem hoztak-e valami üzenetet. Mert ilyenkor már van valami a levegőben, amitől elcsendesednek a fák orgonájai, figyelve kihúzzák magukat az öreg bükkök, és a sombrügyeit úgy csiklandozza valami belülről, hogy már alig férnek a bőrükbe. Esténként puha köd leng a patakok ágya felett, különös vajúdó párát lehel a föld, amelytől megereszkedtek az alvó lepkék bábbölcsőjükben, és álmosan fintorog a mókus meleg téli fészkében. S ha felsüt a nap, nyújtózkodik az erdő. A fák korhat ágakat dobnak le magukról, az utak kezdenek felszáradni, a tél sziszegés helyett inkább lágyabb suhogással fésüli az erdőt. Egy reggelen a bokrok alatt kinyitja ezer fehér csillag szemét a hóvilág. Hideg van még ilyenkor, s a hidegnek nincs más színe, csak a fehér. Utána jön a sárga, a kék, a lila, a rózsaszín, és legvégül a nyár ragyogásában a pipacs égőpiros lángolása. De ez messze van még. Az erdő, a nap még most nem tud kis cselédeinek se színt, sem illatot adni. De nem is kell. A természet ébredése lassú és lágy, mint a simogatónyai kéz. Nem melegedik fel egyszerre, mert ez elpusztítana mindent, hiszen a fák magukban hordják még a téli dermedést, az állatok magukon a téli bundát, melyet, ha hirtelen melegedne fel az idő, nem vethetnek le és tehetnek mojzsákba, mint az emberek. Rendre, rendre sorjában. A fehér szín után jön a sárga, a hóvirág után a déli domboldalakon, mintha maga a kén virágzott volna ki, szinte nevetnek a sombokrok sárga csokrai, alattuk pedig a tavaszi kankalin majdnem ugyanolyan színű kis virágai. És ha felsüt a nap, az öreg erdő mélyén, mintha a tavasz orgonája szólalna meg, búgni kezd az első vándor,
távoli tájak fészekrakó üzenetét hirdetve, búgni kezd a vadgalamb. Lágy ez a hang, nem kiált, nem harsog, nem rikolt, csak szétfolyik, mint a sóhajtás, és meghallja mindenki. A mókusok kidörgölik szemükből az álmot, a harkály elhallgat értelmetlen kopogtatásával a betegfák mellkasán, a patak száradó partján vidáman futkosnak a barázdabillegetők, akik szintén most érkeztek külországi útjukról. A földben megmozdulnak a giliszták és egyéb dermedférgek, a hangyabolyban akkora a sürgésforgás, mintha vására készülnének. A tavak hideg téli kékje meleg barnára válik, s a halak megmozdulnak iszapágyukban, ahová még októberben feküdtek. A napsütötte erdő felett reszkedni kezd a levegő, melynek érintésétől elindulnak a nedvek a fákban, és az alvó rügyek duzzadtak lesznek, mint az élet ígérete. És ekkor megjelenik a harmadik szín az erdőn, a kék. Még csak itt-ott elbújva a bokrok meleg szoknyája alatt, de körülötte édes illat omlik a földre, és szerényen szétnéz kék szemével a tavaszodó világban az ibolya. Illatát aztán elkapja a szél, játszik vele, meghordozza a csalitokban, az öreg erdőben, hol néma udvakban vadméhek aludtak eddig, de most a meleg illattól megzendül az odú, és álmos tántorgással kirepülnek az első méhek. Búg a galamb, dongnak a méhek, esténként óvatosan megszólal már a fekete rigó, és fuvolájára kipattannak a füzek ezüst barkái. De meghallják a denevérek is, s amikor elhallgatott a rigó, a sziklák hasadékaiból, elhagyott vadászházak kéményeiből, öreg odvakból apró árnyak szállnak ki némán, mint a titkos gondolat, hogy van-e már élelem odakint, repkednek-e az éji bogarak. Hát bizony nem igen repkednek még, de helyettük ugyanolyan lágy szárnyalással, pisszegve, kurrogva, nászrepülésben vannak a szalonkák népe. Hallgat az erdő, hiszen fel sem ébredt még igazán. Csak a szalonkák űzik egymást vak szerelemben, és az erdők lilárnyékából lángpenge vág az ég felé, dörren a puska, s a vándorlovagok vére rácseppen a hóvirágok fehér arcára. Aztán elhallgat minden. Csak a bagoly jár nesztelen szárnyalással, felemel egy-két egérkét, és viszi haza az odújába, mert neki már ilyenkor tojásai vannak, s az asszonyoknak is kell valamit enni, ugyebár. Eközben múlnak a napok. Eltűnik a hóvirág, megfakul az ibolya, a fűzbarkái helyett leveleit suhogtatja már a szél, és hozzák, egyre hozzák a tavaszt az érkező vándorok. A dél végtelenege elküldi a pintyet, a csíszt, az éneklő rigót, és mindenki hozza magával kis hangszerszámát, ki a fuvoláját, ki a citeráját. Minden reggel fényesebb a nap, és minden reggel jobban tele van muzsikával az erdő. A nyír már zöldebben pompázik, az utakat benőtte a fű, vágásokban mérgesen ágaskodik a csalán, és száll a dal, mámorba hanyatlik a szerelem, készülnek a fészkek, millió új élet lüktet a csírák és szívek mélyén, és egy reggelen fehész nászruhájukban esküvőre hívják az erdei népeket a vadcseresznyefák. Az öreg tölgyek, vénbükkök, szíjas szilfák és mogorva körtefák nehezen öltöznek, nehezen ébrednek, de az esküvőről s a nász ébredésről elmaradni nem illik. Felsüt a nap, vadcseresznyefák virágkoronája kitárja millió kejjét az áldó nap felé, és a méhek lakodalmas népe zengeni kezd a szerelem, az élet a tavasz orgonáján. Csupa fény az erdő, csupa égig szálló dal. Nem alszik már senki, és a vándorlók és bárányfelhők megállnak az égen hallgatózni, bár ők nem hivatalosak a lakodalomba. Áll a nász, az erdő felébredt. Most pedig ismét zongorajáték következik. Mendelssohntól a velencei gondoladalt hallgatjuk meg Levent előadásában.
pedig Fekete István kapcsán említettük Sík Sándor nevét is, következzék tőle kettő vers. De most már megfogom a kezedet. Járni akartam, kisgyerek, magam. És elindultam, Istenem, de szép volna elmenni egyedül, amoda messze. De nagy kövek vannak az útban, nagyobbak nálam, hegyesek, kemények. Minden lépésnél elbotlottam, és megütöttem magamat. És ott ültem a földön. És ilyetten néztem szét magam körül a nagy, komor szobában. Te megnéztél utánam, szelíden mosolyogva. Tudtad, hogy ügyetlen vagyok, és nem bír még el a lábam, hogy majd a földön csúszom vissza hozzád, s ilyet szemekkel nyúlok újra majd erős kezed után. Most lám, itt vagyok újra, és akarok járni, tanulni. És nagyon szépen kérlek, fogd meg a kezem újra, még egyszer fogd meg. Soha, soha többé el nem eresztlek. Ha fogom a kezed, nem félek a nagy kietlen szobában, sem kint a tágas, tágas, messze-messze udvaron, sem a végtelen, hosszú-hosszú utcán, még tán a nagy, beláthatatlan mezőre is kimerek veled menni. Pedig ott egy nagy kutya van, aki förtelmesen ugat, és ijesztően vicsorítja a fogát, és már gyakorta futottam is előle. De hogyha te velem vagy, nem tudok félni tőle. A kutya is. Ha rád néz, csóválni kezdi farkát, és boldogan morogva térdethez dörgölődzik. Isten lánca. Nem, nem engedlek, fogom a kezed, az Isten lánca vagyok én neked. Kötlek magadhoz, élő kötelekkel, komoly, virrasztó, nehéz szeretettel. A ködlő múltat akarom feled, s állj meg hajnalló mélyeid felett, és nézz magadba boldog félelemmel, Isten szemével és az én szememmel, és tépd el mind a félig fájtlakat, akarom. Láss és megszeresd magad, hogy lásd magad ifjúnak és igaznak, erősségnek és mosolygó vigasznak. Lásd, hogy világol a boldog titok, a zengő porta, amit Isten nyitott. Akarom. Keljen új életre benned alvó dala az építő igennek. És mosolyog rám, édes, jó barát, az erős Isten élő mosolyát. Milyen jó volna, ha megfognánk azt a kezet, és ő összefogná egy másik ember kezével is a mi kezünket. Hiszem, ha két tenyér, ha két kéz összekapcsolódik, a békesség Istene is ott van közöttük, és ő fogja össze ezeket a kezeket. Most pedig elérkeztünk a délután leginkább várt részéhez, a 2024. évi Szurszom Kordadíj átadáshoz. Mielőtt azonban ezt megtennénk, felkérem Kálmán Tibor polgármester urat, hogy méltassa az ezévi díjazottat. Méltatottunk a legutolsó magyar forradalom évében született, a szomszédos háromnyelvű városban, tőzsgyökeres német, sváb evangélikus családban. Szülei az akkori idők viszontagságai, nehézségei ellenére mindkét gyermeküket tanítatni tudták. A 14 éven idősebb orvosbátyját követve ő is orvosnak tanult. Ma már mindketten nyugdíjasok, de még a gyógyításban dolgoznak. És a szülők evangélikus hitét követve, megvallott Isten hite mindig támasza volt az élete során. Az orvosi egyetem elvégzése után 1981-ben kezdett dolgozni a Szolnoki Kórház neurológiai osztályán.
1984-ben házasságot kötött Klaus József Eleki német katolikus családból származó építésszel. Békés Csabán kezdték el közös életüket. Előbb a Békés Csabai Kórház, majd a Gyulai Megyei Kórház neurológiai osztályán volt osztályos főorvos. Két fiú gyermekük született, akik iskoláskorunkban jobban igényelték édesanyjuk otthoni segítségét, ezért érve a lehetőséggel elfogadta a Békési Rendelőintézet állásajánlatát, és azóta itt végzi gyógyító munkáját betegei örömére és kollégái elismerése mellett. Péter fia agrármérnök végzettséget szerzett, és szakmájában dolgozik. Ádám fia informatikus és marketing végzettségű, de jelenleg magasépítő technikumban jár azért, hogy édesapja építész vállalkozását tudja folytatni. Szabad idejében szívesen fest akvarell technikával. Tehetségét édesanyjától örökölte, amit Bartóki József mezőbelényi rajztanár és Szevenényi Mihály Békés Csabai festőművész csiszolt tovább. Sok virágcsendélet és tájkép készült a Békés Csabai Keresztény Ifjúsági Egyesület alkotóköri foglalkozásain és alkotótáboraiban. Az alkotások több kiállításon is bemutatásra kerültek. 2021. évben tagja lett a Magyar Orvosi Írók és Képzőművészek körének. Azóta három alkalommal volt Vácott kiállítása. Szívesen vesz részt az élményekben gazdag program találkozókon. A Békés Csabai Evangélikus Egyház képviselőtestületének tagja, ahol hívő keresztényként tevékenykedik az egyház munkájában. Halk szerénysége, elkötelezett hite és megbízható szakmaisága miatt is döntött úgy a Szunszum Korda díj kuratóriuma, hogy az idei díjat dr. Wagner Erzsébet neurológus főorvosnőnek ítéli oda. Oklevél a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által alapított és Békésváros önkormányzata által támogatott Szurszum Korda díj 2024 évi díjazottja dr. Wagner Erzsébet, a szakmája elhivatott és precíz művelője, mégis csupa lélek és hit, igazi édesanya és feleség, a csodaszép tájak és csendéletek ihletet alkotója. Nem tudom, hogy mit mondjak őszintén, szóval mindenre számítottam, csak erre nem. Pálmai doktor nagyon sejtelmes volt, amikor meghívott erre a diátadóra, és csak annyit mondott, hogy feltétlenül el kell jönnöm, és minden más elfoglaltságot hagyjak hátra, mert valaki olyan lesz a díjazott, aki közel áll hozzám. Hát... Aztán attól kezdve találgattam, hogy ki lehet a díjazott, és mindenre gondoltam, csak magamra nem. Köszönöm szépen ezt a díjat és azt a szeretetet, amivel adták a város vezetői és lakói, és remélem, hogy még egy néhány évig majd tudok szolgálni itt a rendelőintézetben. Szívből gratulálunk. Levente játszik még nekünk egy darabot, Debussy Suite Bergman prelüdjéből.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy itt lehetek. És egy kicsit magán az én személyes kérésemre kaptam szót. Az intézményünk folyosóján a héten kaptam egy megkeresést, vagy egy hozzám szóló üzenetet, miszerint a jogelődjeink és maga az intézményünk nyugdíjasai szeretettel fogadnák azt, ha összefognánk őket, összegyűjtenénk a tőlünk még nyugdíjba ment és még köztünk élő személyeket. Nagyságrendileg ez olyan 40-46 fő, akiről úgy tudnak. Kézzel írott listát kaptam, ahol főként keresztnevek, és nem teljes a kör, valamint irattárosi elérhetőséget, akik esetleg segítenének nekem felkutatni a hozzánk tartozó személyeket, és ebben szeretném a kész segítségét kérni, mint helyi kapcsolattal, emberismerettel rendelkező szervezetet, hogy én szeretném megkezdeni ezt a kutató munkát, és összegyűjteni azoknak a személyeknek az elérhetőségét, adatait, akik ebben a körben megemlíthetőek, hogy részükre egy összejövetelt tudjunk szervezni, és érezzék azt a törődést, amit szeretnénk feléjük kimutatni. És akkor ezt a felajánlást megkaptam, ezt a segítséget, csak a közösség előtt is szerettük volna elmondani, hogy elkezdjük ezt a feladatot. Jó lett volna, hál' Istennek, most május 1-én nálunk intézményi családi nap lesz szervezve. Sajnos őket az idő rövidsége miatt már ebbe a körbe nem tudom megszólítani. Ugye a rendezvénynek a létszámával terveznem kellett, és a vendéglátást, stb. Már leszerveztük. De ha ez a kutató munka olyan ütemben tudna esetleg előre haladni, hogy ugye a július 1-i Semmelweis nap alkalmával, de bármelyik hétvégén, vagy bármelyik időpontban tudnánk részükre egy olyan összejövetelt szervezni, ahol ők egymással és velünk esetleg tudnának találkozni, az egy nagyon szerencsés lehetőség lenne, úgyhogy igazából ez a kezdeményezés, amit én kértem, hogy próbáljunk közösen itt a személyes kapcsolatok útján összeállítani egy ilyen adatbázist. Úgyhogy köszönöm szépen! Szeretettel hívunk mindenkit az idei készdíj átadására, melynek időpontja 2024. május 14-e, 18 óra a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban. A díj átadása mellett kerül megrendezésre Meister Éva, a békési kész rég ismerősének vízi boszorkányok előadása. Ahogy korábbi alkalmainkon, így a ma estét is szeretett vendégség zárja, kérem, ne siessenek haza, maradjunk, beszélgessünk még egymással. Köszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok mindenkinek, Isten velünk!